technikát budára. Arányi ötlet hajad marózsát tűztel, a tüske megszúrt és ettől jöttem tűzbe. Szép, szép a szerelem, ajjajjajjajjaj, jó, hogy vagy te nekem, ajjajjajjajjaj. Kereszteződés egymással ágyon néztünk, nem vettük észre, tilos-pirosba léptünk. A rendőrségre hiába adtunk választ, fejenként akkor fizettünk egy-egy százast. Egy meg egyből könnyen lehet három, csak házasodni kéne még a nyáron. Annál az első ügyetlen csóknál történt, akármi történt, de jó, hogy ami történt. Barátom, itt fotóz. Hogy a magyarságnak nem volt elég ez a viselet, ez 1925 előtt vagyunk. És ezért még ragyogót is vettek, felvidékről hozták a ragyogót, és azt is rátették. Az nincs ezen, ez tiszta magyar viselet. A ragyogó az vékony részből készült rózsás díszítmény. Nagy a konkurencia, mert Bugacon van az óriási. Na jó, hát aki oda megy, az ős magyar, nem tudom micsoda. Három matyó falut mondanak most, hogy van, de nincs ilyen. Tehát Mezőkövet matyó, Szent István, Kehó, Tard, Tahó. Ez mind a három csúfnév volt, és ebből valamilyen formában kiemelkedett a matyó név, és ez alapján sorolták be a néprajzkutatók a három település matyónak. De ha valaki komolyan megnézi a három településnek a viseletét, totálisan teljesen más. Tehát ezt soha fel nem veszi se a Szent Istváni, se a Tardi, de viszont is. Hát ez matyó, az nem letakarki, tehát oda születik el. Oda születik el. Na, egy nagyon érdekes, jól élem meg, tehát most itt a Bajusz királysággal is, amik óráim meg vannak most számlálva. Igen. Hát, és nagyon jól éltem meg, hát majd egy-két gondolatot, amit beírtak itt a könyvben, majd fel fogok olvasni. Nem kaptam soki 3 percet, azt mondta a kapitány, a Bajusz kapitány, hogy azért adott 3 percet, mert ha 6-od arra, akkor 12-ig beszélek. Mi volt tavaly? Mondja röviden? Röviden. Tavaly választottak meg itt Kunsági Bajusz királynak. Vége? Nem, hát egy kollégák itt most bajvívnak, és azt nem igazán lehet keringülni. Azt nem. Azt megittem a mait. Ja. Mikor kell jelentkezni? Most kell. Ja, már kell. Túloldalon, ott az egész az épület hát a felé. Akkor menjünk jelentkezni. Melyik a világbajnok? Világbajnok Bajuszos, ott van szemüvegben. És miért lett, mikor lett világbajnok? Most, Hollandiában. Ez évben? Persze, egy hónapja, 2. Igen, melyik az a szemüveges? Igen. Ott. Menjél oda akkor? Ott, hát most nem hozzá megyek, hanem az elnökhöz. Jó. Ugye lejelentkezem. Akkor ott van szemben a világbajnok? Igen. Melyik kategóriában? Hát én magam sem tudom. Ezen még gondolkodtam, hogy a végén kipödörjem el még, vagy nincs hátja. Én most a befolyásolás... Abban a... Befolyásolást abban a tekintetben teszem meg, hogy a... Először is megnézném, hogy a szájsaroknál... Kicsit ugye... Szerintem feljebb vagyunk, mint a szájsalok, nem látom. Jól vagy, tehát éppen Bajusz kategóriában egyelőre az első jelentkező lennél. Fent ki, kenjél bele egy kis viaszt. Jó? Hát csak azért, hogy a női kategória az... Meglegyen. Meglegyen.
Ifent bajusz kategória. A jó Isten legyen minden. Csodálatos angol bajusz lesz abból. Nem hiszem, hogy sikerülne, de megpróbálhatom. Micsoda? Az angol bajuszt, hogy csinálni. Nem marad egyenes a vége. Képzeld el. Hát akkor el is vész a dolognak a spontaneitása. Na, de pont a személyre került. A szemet látni. Ez most a igazítás volt? Persze, persze. Zsűrinek vagy? Ja, nem. Én nem fogok versenyezni. Ja, verseny kívül? Persze, hát csak... Csak így. Hobbiból csak meg. A... Szolidaritás, nem? Nem, a... Mennyasszonyom a zsűri tagja lesz, úgyhogy összeférhetetlenség értem. Miatt. Az így igaz. Nem indulhatok. Hát a korrektség elég jól néz ki az a bajusz. Hát köszönöm a korrektség jegyével. Kis István. Igen. Egyelőre. Ne. Az előzsűri. Kis István, és írhatom, hogy Buda? Vagy honnan jöttél? Albert Falva? Albert Falva. Hát az is az jó. Gyerekek, egy kis bajusz növesztő. Hallva. Lekenyerezem a zsűri. Na, gyere! Nem mi vagyunk a zsűri, de nyugodtan kenyerezzél minket le. Hatos száma. Hatos száma. Na, mennyit fizetek? Viseletben vagy, ugye? Viseletben. 2000 forint. Annak számít szerintem. Köszönöm szépen. Gyerekek akkor. Felnézzük a mi nézzünk fel rá, mert igen. Elhoztam bajuszát. Én újonc vagyok. Milyen értelemben? Hát mások szóval. Mióta van bajszod? Ja, mióta az első szálkindulat, 15 éves koromig. Azt még eddig többieknek nem mondtam, de ők már nem először vannak. Valamit, egy mondatot a bajuszról. Ja. Nem az arnokságról, hanem egy mondatot ja, a bajuszról, majd a hát mikrofonba be kell. Bajusz nélkül lehet élni, de minek? Na, ez például szeretjük. Ez nem izé, ilyen kis flakonos. 66 éves kis igen, egészséges. 66 volt a hétem, ugye? Igen. És képzeld, hogy küldött valaki egy ilyen, majd eszembe jött egy amerikai énekes. Ez a szám, hogy 66. Nem is tudom, hogy van ilyen szám, igen. Ilyen 60-as énekes. Felség! Foglaljon helyet ott az aláíró padon, jó? És jó akkor ajaj, odaadnám az aláíró tollat, és lehet előre dolgozni. Te ihatsz egy kis bort, Matyó? Én csak nagy bort ihatok. Ja, hát ez elég nagy. Az a helyzet, hogy notorius. Legalább egy hármas meg kell, hogy legyen. Mi az, hogy hármas? 3 centi. Ja. Kis Pistának születésnapja volt ja, a hétben, még 8 napon belül. Akkor viszont a jogoromat biztonságba kell helyezni. Tessék, a szeretet jegyébe, ugye, mert a szív ja, a szeretet jele. De kilukasztod. Az azt jelenti, hogy itt biztonságban van. Igen, de kiukasztod a szívet. És arról egyre ügyelj, hogy ez nem szárad gyorsan. És ha ide arról, akkor én próbálom külön. Ragad. Percekig ötlenség ragadtál. A maszatom úzik. Légy szíves, írd alá a... Írd alá az aláírni valókat. A kamerának megmutatjuk a idei év dizájnját. Ez éppen egy Rákóczi évet hirdettek idére, és Rákóczinál szebb bajuszú történelmi személyt keveset tudunk találni. Úgyhogy ő szerepel. Minden idei szórólapon. Akkor az, mit tud magáról mondani? Mentséged. Járom is volt. Azt tudom, de úgy tudom, hogy világbajnok. 3-szoros magyar bajusz világbajnok. Így van, és ezt értékelték akkor ezek szerint 3-szor egymás után. 3-szor. Világbajnokságok 2 évente vannak. Igen. És legutóbb most májusban sikerült Belgium. Na, gratulálok. Köszönöm. Tehát Kis Mátyás. Igen. Vicevilágbajnok, természetes bajusz vicevilágbajnok, aki ma leköszönő kuncsági bajusz király, és egy hete borsodi bajusz király. Őt is. Igen, és gyakorlatilag ez most mi az, hogy leköszönt? Hát még nem köszöntem le, még van azért. Néhány órám, utána aztán majd lehet, hogy lesz majd akasztás, de hát ilyen az élet. Bajusz halmozás van, királyság halmozás van, de ez perceken belül úgy tűnik, hogy el fog menni.
De nem baj ez, tehát egy jó passzió, de viszont mindenféleképpen a magyar bajusz komolyan kell venni, én is nagyon komolyan veszem. Ősi tulajdonságunk ez a magyaroknak, hogyha esetleg külföldön van kategória 3, 4 vagy 5 vagy 10 valamennyi, mert sok kategória van, a magyar bajusz az mindenképpen szerepel a nyugati világnak a palettáján is. Jól ismerik a magyaroknak ezt a szokását. Első sorban még Attila idejéből is, de 1848-49 ezt különösen megerősítette. Köszönöm szépen. Jó lesz úgy, Zsolt? Olvasható? Csak ott egy kicsit jobban. Vigyázz el, hogy menj ki. Azért a látom így, hogy szállítottam. Igen. Honnan nevet csak? Nagy Zoltán. Ja, hogy emlékezzek rá. Kifen bajusz kategória. Ez igen. Nekem egyértelmű. Nagy Zoltán. És jöttél? Alsó szerint. Vagy nyugatról. Alsó. Magyarország lenyugati kocsmáját. Alsó? Alsó Szölnök. Szölnök. Majdnem szólnak, de ez Magyarország legnyugatibb kocsmájából. Hármas számú sorszámmal, és viseletben vagy, úgyhogy 2000 forint a nevezés. Jó. Jó lesz? Hát a zsűrit már megkérdezem. Mindig így be kell fújni? Hát többfajta lehetőség van, most én ezt használom. És ez jó? Mert úgy értem, hogy tart, nem? Szóval... Igen, meg kell állítani egy kicsit, igen. És akkor hogy áll ez? Mutasd légy szíves még egyszer, hogy... Aha, igen. Ez igen. Látom nem... az optikával magamat, így nagyon jó. Na, jó van. Így. Jó, köszi. Ez nem úgy van. Nem? Nem át. Áll, hogy elő van írva, mi? Természetes, akkor természetes. Így van. Jó, húzzuk ki! Jó, hát végül is lehet a konkurencia gyalázni, de... Sanyikám, nem lépa ez! Én azt mondom, hogy ez a Kifen bajuszt egyébként ennek a korosztálynak találtuk ki. Most nem milliméterezünk, hogy szájszegletig vagy nem. De ez megvan, ezt úgy hordom. Most lehet, hogy egy 3 millivel kijebb csúszott, de amúgy úgy van azt vágva. Az úgy van már csinálva. Jó, nevem? Tarjányi Tamás. Még mindig? Igen. Csak közben én már... A nap jól áll, nem látom. Az jól áll, a tükrözik a szemüveget. Azzal kell majd valamit. Levegyem? Ne. Így már jó. Ez a... És így. Ez az. És tessék, csak tessék. Mondjad, mutassad. Tessék. Éve ahogy. Gyerek, terem. Csokoládé, vanília, nyal az egész família. Köszönöm, meg vagyok én. Gyere, lőjél le István. Tedd be a bajuszod alá. A fagyit? Há, nagyon tudsz. Jó. Na, minek nevezzük el? Hát ez szakát. Hát 17. század Erdély. Így van. Túl nagy lehetőség. Mit szólnának ezzel Erdélyek? Az a helyzet, hogy... 17. században örülnének neki Cefetül. Mondod? Ha persze. Jó. Akkor 4-es sorszámban.
vagy. Te vagy a Teski Zoltán. Igen. Teski Zoltán és Elek. Elek, így van, azt szoktam használni. Elek. És honnan? Budapest. Buda vagy Pest? Csepel. Azt nekem jobban hangzik, mint Budapest. Hát én Csepel. Is sokkal jobban szeretem. Hát akkor maradjunk annyiba. Erősen lokál patrióta környék, úgyhogy... Lokál kategóriát nem... Megösítjük. Hanem ragozzuk. Balatoni. Imre. Stílusabb lenne egy Betlen Gáborral, de... Hogy? Egy Betlen Gáborral stílusosabb lenne, de... Igen. Így se rossz. Volt idő, amikor próbálkoztam vele, hogy a... Azzal lehet nevezni. Egyetlen pénzzel ne fizessek, de... Azt mondja, hogy... Arra már csak. Asszult. Lehet menni? Asszult. Ennyink? Asszult. Ötös sorszám. Köszönöm. Nem lesz esély. Hogy köszönjük. Mire? Gyere, a helyzet, hogy csak összefogja. Meg... A vérszagra gyűl az éjj van. Még végül is mi összejöttünk. Az a lényeg, nem? Igen. Jövendőbeli bajuszos kategória. Igen. Az még nincs. Bajuszos helyzetekben. Hát ez csak egy egyszerű neve. Marton Ferenc. És honnan? Szalkszön Márton. Szalkszön Márton. Bácskiskun megye a Duna mentén. Kalocsa és Budapest között igazából pont fél úton. Áttelemben van Dunói város. A legszebb nevű település. A nevező között. Azzal kéne följönöd. Szerintem a második kategória lesz. Tehát mindegy, 2-5-ig vagyunk színpadon. Jó. Oldalt a nagyobb színpadon. Ott a nagy színpadon. Most értünk ide, mink is, úgyhogy még nem is jártuk körbe. Akkor én így jól lesz, hogy vagyunk. Hát ez egy borotválkozás. Ha meg borotválkoznál, az jót tenne. Meg ugye egy kicsit kifelé. Hát csak mivel, meg hogy borotválkoznál? Ugye én mindjárt, amint benevez a kollégád, utána fog. Nem fog? Nem. Akkor elmegyek színpadon. Indultok ti is a bajusz versenyen? Igen. Én álcsa ez vagy mi? Igen. Igen? Igen. Ez nem rossz egyébként, így is kell lehet indulni. Ha megnő, akkor meghagyjátok. Így van? Nem. Nem hagyjátok meg? Én miért nem? Nem. Hagyjátok meg, először jó az. Látják, hogy férfiak vagytok. Na, köszik. Légy szíves, te hozz nekem a nevedet állítani. Ez a jövő. Mindegy, ez bácsi, ha úgy megy, ahogy maga szeretni. Hát majdnem úgy megy. Ha néha bicsökök a kerék, de megjavítjuk. Olvasta bácsi, mikor odaírtak, hogy nincs természetes bajusz. És azért mondtam, hogy hát sorolhatnám még a jó uramnak. Úgy köszöntem, hogy kihúzott a bajból, mert mégiscsak egy idősebb írt oda, hogy mi újság. Hanem? Azt teszel királyba jut innent, és csak szívószállal eszünk. Hát nem vagyok nyugati, hogy a sör szívószállal legyen. Betronizáció lesz egyébként, mindjárt megfosztják a királyi címétől. Kezdj csókolom. Szia. Vagy szia. No, szervusz. A nőnek kell felajánlani. Én már felajánlottam kétszer. Láttam az ügyes kis interjút. Na, akkor ez a harmadik, úgyhogy most már totál jó rendben vagyok. Már, jó, az már kicsit nagyobb volt attól. Hagyja fel. Nagy kis levessel. Ami ott a Gulyás-Ágyonál fogyasztok. Kedves egészségetekre. Jó, túl vagytok az ebédem, vagy még befér egy picit? Édesapám úgyis mindig azt mondta, hogy nincs az a rakott szekér, amire ne férni. Akkor egyetek, mert a Szilágyi még elment. Úgyhogy gyertek, jó? Hey, de... Azt jövőre tudom megvenni. Nem rendelkezünk férfiak és áll vagy mesterséges bajusszal rendelkező gyermekek. A nagy színpadtól a kis színpadhoz fogunk elvonulni, a kis színpadon fogjuk értékelni a legényeknek és a férfiaknak a bajuszkáit, és
A legvégén ott megválasztjuk a 2019-es esztendő Bajusz királyát. Ehhez a rövid kis processzióhoz, avagy menethez szeretném felkérni a hét torony hangászokat, hogy jó hangos, ám igen szép muzsikával mutassák az utat, és szeretnék megkérni minden kedves bajuszost, bajuszos hozzátartozóját, kedves hölgyeket, urakat, gyermekeket, hogy együtt vezessük el a kandi tekintetű népet a kis színpadhoz. Hölgyeim és uraim, várunk mindenkit szeretettel a 2019-es év Bajusz Fesztiváljának legizgalmasabb pontjára, a Bajusz versenyre és a Bajusz király választásra, mert a mai napon király nélkül nem maradunk. Hadd szóljon! Egyébként mind a magyar bajusz. Végincsattan az ostor. Végincsattan az ostor.